Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent sajtó képviselőit. Annak a tisztelete hívtuk össze a mai sajtótájékoztatót, hogy diplomáciai szempontból ismételten egy nagyon fontos vendége van a városnak. És ezt szeretném megköszönni ismételten dr. Budai Gyula államtitkár úrnak, aki meghívására és közreműködésére városunkban látogatott Danuló Golubovics államtitkár úr, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának államtitkára, illetve az ő helyettese Nenad Katanics úr, valamint nagy tisztelettel köszöntjük Kis Márton Ottó nagykövet ilyen urat is. Elképzelhető, hogy a sajtótájékoztatóra majd Varga Mihály miniszter úr is majd megjelenik, de ő nem a részvevőként, csak köszönti a vendégeket. Fontosnak tartjuk a városban, hogy minél több helyre megmutassuk az értékeinket, és a Vidékfejlesztési Minisztériummal szorosan együttműködve olyan diplomáciai delegációk vannak, akkor a Szekszárd város is helyet ad adott esetben a kétoldalú egyeztetésnek. Korábban már több diplomáciai delegáció is volt, és a mostani, hogy az apropó a találkozás, illetve a jelenlétnek, hogy ez miről is szól, ezt átadnám Budai Gyula államtitkárnak a szót. Köszönjük szépen a meghívást, és mint minden évben, én azt gondolom, hogy itt a lehetőség, hogy elmondjuk, hogy a borászok milyen sikeres évet zártak ebben az évben is. Én azt gondolom, hogy a magyar szőlészet borászat Magyarország legsikeresebb ágazatának tekinthető. A borászok az elmúlt időszakban olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amelynek eredményeképpen lassan újra visszakerülünk Európa élvonalában, és a 2014 és 2020 közötti időszakban a magyar diplomácia sikerének köszönhetően a magyar borászok közel 140 millió eurós uniós forrást tudnak lehívni. Ez mai árfolyamon évi 8,5 milliárd fejlesztési forrás, amit telepítésre, szerkezet átalakításra és beruházásra tudnak elkölteni. Én azt gondolom, hogy ilyen sikeres ágazat Magyarországon, mint a szőlész és a borászat nem volt, és nem is lesz. És ezen belül a szekszárdi borvidék, azt gondolom, hogy az elmúlt néhány évben olyan dinamikusan fejlődött, amelynek eredményeképpen a szekszárdi borászok visszaszerezték azokat a hagyományos értékeket, amelyek korábban egy picit megkoptak. Ennek köszönhető, hogy az elkövetkező két hónapban a szekszárdi borászok két olyan rendezvényen tudnak bemutatkozni, Moszkvában és Berlinben, és Szentpétervárra is, bocsánat, polgármester úr kiegészíti, hogy Moszkvából még Szentpétervárra is átmennek, és a magyar szüret keretében Moszkvában és Berlinben be tudják mutatni a szekszárdi borvidék legjobb borait. És én nagyon remélem, hogy nem csak bemutatják, hanem üzletet is fognak kötni, és ezáltal igyekszünk visszaszerezni azokat a régi, hagyományos piacainkat, amelyeken korábban ott voltunk. A keleti nyitás valóban azt a politikát jelenti, hogy a régi piacainkat, amelyet a 90-es években elvesztettünk, azokat vissza kell szerezni, és sajnos ez nem ment egyik napról a másikra.
Az elmúlt három év munkája azonban meghozta eredményét, és én azt gondolom, hogy a magyar borok, a magyar borászok újra ismerté váltak Európában. És megmondom őszintén, Danilo barátomat, államtitkárat azért hívtam meg, mert Szerbia felé szeretnénk nyitni, miközben Szerbiában is jók a borok, de Szerbiában is azt gondolom, hogy a jó magyar vörösborokat el lehet adni. És most még csak barátkozunk és ismerkedünk, de mi délelőtt a Vidékfejlesztési Minisztériumban abban állapodtunk meg, hogy novemberben egy üzletember fórumot szervezünk Újvidéken, ahova szekszárdi borászokat is szeretnénk elvinni, és azt gondolom, hogy egy újabb lépést tudunk tenni abban az irányban, hogy a szekszárdi borok hírnevét Szerbiába is elvigyünk. Én azt gondolom, hogy sokan fölrólják nekem, hogy miért mindig szekszárd. Ennek van egy szubjektív és egy objektív oka. A szubjektív az, hogy polgármester úrhoz baráti szálak fűznek, és ha lehetőségem van, akkor mindig itt vagyok. A születésnapomat is itt tartottam. Ez egyébként mindent elárul. Az objektív ok pedig azt gondolom, hogy ilyen dinamikusan fejlődő borvidék, mint a szekszárdi nincs. Csak szeretném önök figyelmébe ajánlani, hogy nem is olyan rég Mészáros Pál pincészete mellett leraktuk annak a négy csillagos szállodának az alapkövét, amely azt gondolom, hogy a város egyik legszebb szállodája lesz, és kifejezetten, amiben Szekszárd azt gondolom, hogy hiányosságot szenved a szálláshelyek, azt igyekszünk pótolni. És az elkövetkező időszakban a fejlesztések pontosan ebbe az irányban mennek, hogy a belföldi borturizmust erősítsük a szálláshelyeken és egyéb dolgokon keresztül. Köszönöm államtitkár úrnak, hogy eljött, és én szeretném, hogyha azért néhány szakmai gondolatot elmondaná nekem. Poštovane dame, poštovani gospodo. Tisztelt hölgyeim és uraim. Vagy gospodine Budai Gyula prijatelju, vagy gospodine Horvat Istvanu. Buda barátom és Horvat úr, polgármester úr. Mi danas jesmo kratko boravili u Szekszárdu. Mi ma Szekszárdon jól éreztük magunkat. Ja sam zadnji put bio ovde pre neki 20 godina. Én vagy 20 ezelőtt jártam a városban. I mogu da kažem da sam oduševljen kako se Szekszárd transformisao od tadašnjeg perioda do sada. Elképesztő és boldog vagyok, hogy láttam, hogy milyen szépen átváltozott és fejlődött a város az elmúlt 20 év folyamán. I siguran sam da sedmogodišnje predsedavanje gospodina Horvata, a i koliko vidim učešće gospodina i mog prijatelja gospodina Đule Budaja, su sigurno dali doprinos tom napretku Szekszárda. És abban egész biztos vagyok, hogy Horvát polgármester úr hozzájárulása mindenképpen jelentős a város fejlődésében, de ugyanakkor a Budai Gyula államtitkár úrnak a sok munká és hozzájárulása nagyon jelentős ennek a városnak az elmúlt években sikeres fejlődéséhez. Ja sam obišao značajan deo Evrope i dobar deo sveta u pogledu proizvođača vina i podruma vina. Körbejártam Európát és a világ több országát is, borpincékben és borpincetekben jártam, borokat kóstoltam. Mogam kažem, da treba budete ponosni i Szekszárd i cela Mađarska, što imate podrume kao što je gospodina Frica Jožefa, koji su po meni lično najboljih podruma i najljepših koji sam video do sada. Elmondhatom, hogy valóban nagyon büszkék lehetnek arra, hogy ilyen borpincék vannak, mint a Fritz József borpincészete, ahol én ma jártam, és hallottam, hogy még több is van a városban. Vinei Szekszárd az sziájna. A szekszárdi borok csodálatosak, kiválóak.
I nije čudo što da uzimate medalje i na prestižnim sajmovima i u Francuskoj, i širom Evrope, Briselu i tako dalje. Nem meglepő, hogy eredményeket is elismeréseket szereznek Európában és több versenyen állításon. A ono što je meni posebno drago, što vaš gradonačelnik je na neki način polu i naš zet, pošto je oženjen sa suprugom iz Valjeva, iz Srbije. Nekem külön kedves, hogy a polgármesterük kötődik Szerbiához, valójában ő egy szerbiai vej, mert a felesége szerbiai, és az apósa szerbiai. Ilyet aztán nekem számomra különösen megtisztelő és örömmel tölt el. To je sekser, bratim je sa jednim izuzetno perspektívnym gradom Bečejom iz Vojvodine. És az a testvárosa Obecsének, ami egy fejlődő és egy csodálatos város, az külön boldoggá tesz. De živi veliki broj građana mađarske nacionalne manjine, Srbi. Nagy számban élnek magyar kisebbségiek. Što nam daje mogućnost da zajednički razvijemo i poboljšamo život njihov u Srbiji, u ekonomskom i u smislu njihov standarda života. I közösen hozzájárultunk ahhoz, hogy a kisebbségek jólétét, boldogulását is előre vigyük. U martu mesecu mi smo imali zadovoljstvo da budemo sastanku kod premijera Orbana. Március hónapban lehetőségünk volt Orbán miniszterelnökkel találkozni. Koje je podvukao značaj saradnje među susedima. Kihangsúlyozta a szomszédokkal való együttműködést. Ami ne számú diplomatsky, nego to maďarsko ostvarilo i praktično. És nem csak elméletben, hanem valóban gyakorlatban is, ami megvalósult. Svi projekti koje smo na čelu sa gospodinom Sijatorom i našim ministrom poljoprivrede ugovorili, počeli su da se realizuju. Az összes program és tervezet, amit a Szijjártó államtitkárúrral és a mi miniszterünkkel megkezdtük, azok folyamatban vannak és zajlanak. I ne samo to, ja sa državnim sekretárom, mojim prijateljom, gospodinom Đurom Budajom, dogovorio i dalje kontinuitet saradnje. És megbeszéltük Budai Gyula államtitkárúrral, hogy a tárgyalásokat, az együttműködést a jövőben is folytatjuk. Očekujemo da će se u vrlo kratkom periodu ostvariti ozbiljne investicije u poljoprivredi mađarskih kompanija u Srbiji, pre svega u Vojvodini. I što kazanje vjerujem varjuk, nađon hatnikon i šerutajaš befektatešeket u Srbijaban, ešudlegešem Vojdošakban. Određeni pregovori su već u toku i u završnoj fazi. Valamej tađelašok ma fojomodban vannak i vjekšu stadijumban tartanak. Povezat ćemo ozbiljne poljoprivrednike i poljoprivredne prehrambene proizvođače iz Srbije i Mađarske u novembru na sastanku u Prirodnoj komori Vojvodine. Sandikumbo van november hónapban a Szerbiai Gazdasági Kamarában találkozót szervezni a szerbiai és a Magyarország üzletemberekkel, hogy azok gyakorlatban is üzletet köthessenek. Ugovorit ćemo dalje u saradnju i pomoć našeg kolega iz Mađarske u delu pristupa Srbije i Europskoj uniji, posebno u delu korištenja fondova određenih zakonskih regulativa i ono što je bitno, Srbija uđe kvalitetno u Europsku uniju. És támogatást kaptunk Magyarországtól, hogy segíti Európai Uniós támogatásunkat, csatlakozásunkat a tárgyalások, sikeres tárgyalások megkezdéséhez, az elsődlegesen a tapasztalatcserével és a jogharmonizáció területén. I očekujemo da ćemo u narednom periodu našu saradnju podići na maksimalno mogući nivo, pošto planiramo da kompletnu mađarsku nacionalnu manjinu u Srbiji u oblasti poljoprivrede organizujemo, napravimo veliki sastanak da vidimo koje probleme imaju i kako da ih rešavamo na državnom nivou. És azt reméljük, abban bízunk, hogy a legmagasabb szintre tudjuk ezt a kapcsolatot vinni, és ebben az üzleti találkozóban minden kérdést, ami az üzletembereket sújtja, terheli, az megoldást talál az üzletemberek találkozóján. Sa najvećom partijom mađarskom u Vojvodini, Savezom vojvođanskih Mađara, imamo sjajne odnose. Elmondom azt, hogy a Vajdasági Magyarok legnagyobb politikai pártjával, a Vajdasági Magyar Szövetséggel kiváló kapcsolatban állunk. I uz pomoć naših prijatelja, pre svega gospodina Đure Budaja i vlade Mađarske, ti će odnosi dalje da prosperiraju i da dalju ekonomski interes i za Mađarsku i za njihovu manjinu koja živi u Srbiji. Köszönöm ezt Budai államtitkárunknak és a magyar kormánynak, hiszem azt, hogy ezek a gazdasági kapcsolatok a jövőben gyümölcsözőek lesznek és eredményeket hoznak. Mislim da je sadašnji nivo odnosa Mađarske i Srbije primer prijateljskih i dobrih odnosa u regionu. Osjetamo da je Srbija i Mađarska kapčalata jo pjelda a somsid osago kapčalatara a regioban. Kusim se vedam titkaru. Zahvaljujem se. Kusim se, hvala lijepa. Sredite neke znači, van je šetle kjerdeš. Da li imate, jo? Omenjime, da. Amennyiben nincs kérdés, akkor köszönjük szépen a jelen létet, és
Szeretettel meghívom nyilván a sajtó képviselőit, ugye 5 órakor kezdődik a megnyitó, ahol vendégünk lesz többek között Varga Mihály miniszter úr is. Ő a féd, nyilván fővédnökként, illetve több neves személyiség. Közben megérkezett Dolkotta Lajos úr, a Magyar Energetikai Hivatal elnöke, úgyhogy aki szintén a városnak ma este, vagy a mai nap, illetve hétvégén a vendége. Jó, köszönjük szépen!